Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A BKG Prima S ellen játszanak a legjobb négy közé jutásért a kék cápák. 6 gólos vereséget szenvedett a Vásztól a kisvárdai női kézilabda csapat. Egy ezüst és egy bronzérmet nyert Szurovcsák hívett a felnőtt országos bajnokságon. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Ismét pályázhatna a defibrillátor beszerzésére a megyebeli foci csapatok. 50. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Krúdi kupát. 19 győzelemmel és 7 vereséggel zárta az alapszakasz az NB1B piros csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák jövő pénteken a BKG Prímás ellen kezdik a legjobb négy közé jutásról döntő párharcot. Az eredeti célunk az volt, hogy a négy közé kerüljünk, amit a bajnokság alapszakaszának végére elértünk, de azért volt néhány olyan vereség, amit szívesen elkerültem volna. Volt néhány nagyon szép győzelmünk is, de a mély pont talán a Budafok elleni idegenbeli vereség volt, és azt szívesen elfelejteném minél hamarabb. Ez viszont még a bajnokság első szakaszában volt, amikor többször kritizáltad a csapatot a meccsek elején tapasztalt hozzáállás, vagy esetlegesen az idegenbeli hozzáállás miatt. Mennyit változott ez a helyzet a bajnokság az alapszakasz során? Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtünk, és azt hiszem, hogy az mindenféleképpen jó irány, hogy a bajnokság vége felé, tehát a rájátszás közelettével lett egyre stabilabb a csapatjátéka, akár hazai pályán, akár idegenben. Ez mindenféleképpen bizakodásra ad okot, de természetesen ehhez azért be kell húzni azokat a mérkőzéseket, amik eldöntik, hogy a bajnokság végét alapvetően hol zárja a csapat. A bajnokság során többen mondták azt, hogy egyre erősebb a NB1B piros csoport, gyakorlatilag ez a magyar bajnokság, hiszen az A csoportban szinte mindenütt 5 légiós játszik. Te hogy látod, mennyire volt erős most ez a piros csoport? Most már 3. éve szerepelünk itt, és úgy gondolom, hogy évről évre erősebb. Ugye néhány évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy talán a Bonyhád nyerte meg többször a B csoportot, és nem akart fölkerülni az A csoportba. Úgy gondolom, hogy ilyen nincs már, hiszen több csapat is szeretne. Én úgy azt hiszem, hogy 4-en is elvállalnák az A csoportban való indulást, és hát ez a 4 az első 4 helyen szerepelt a bajnokságban, bár a többieket nem akarom megsérteni, de azt hiszem, hogy ez a 4 csapat bármikor oda is kerülhetne, és bízom benne, hogy ezt majd a rájátszásban bizonyítani is fogja mind a 4 csapat, hogy oda való. A nyáron történt egy pici koncepcióváltás, Bazsó Bruno és Tóth Gergely személyében 2 olyan játékos érkezett, aki nem nyíregyházi nevelésű. Mennyire váltak be, mennyire bizonyult utólag jónak ez a döntés? Azt hiszem, aki látta a bajnokságban nyújtott teljesítményüket, az mindenképpen úgy gondolja, hogy jó igazolások voltak, és nagyon örülök annak egyébként, ahogyan hozzáálltak a csapat játékához. Mindketten nagyon nagy segítségünkre voltak. Tóth Geri talán a tapasztalatával még egy kicsit az edzői munkába is be tudott segíteni. Azt mondják, hogy ilyenkor egy új bajnokság kezdődik a rájátszás. A BKG Prima S ellen pályaelőnyből vágunk majd neki a párharcnak. Lehet-e már tudni az időpontokat? Valóban egy új bajnokság kezdődik ilyenkor, és az időpontokat is nagyjából lehet tudni. Tehát az első mérkőzést azt jövő héten pénteken 16 óra 30-kor fogjuk játszani itt a Continental Arénában. Tudom, hogy a 16 óra 30 egy picit korai, viszont az egész bajnokságban hazai mérkőzéseket ekkor játszottunk, és bíznék abban, hogy a csapat ehhez van hozzászokva, és nekünk lesz kedvezőbb ez az időszak, vagy ez az időpont. A következő második mérkőzés egy hét múlva pénteken a BKG otthonában lesz, és ha szükséges, akkor húsvét vasárnap, az talán 21-e, ha jól számolom, lesz a harmadik hazai mérkőzés, de én most nagyon bíznék abban, hogy nem lesz szükség a harmadik találkozóra. Beszéljünk egy picit a fiatalokról, hiszen az U20-as csapat is nagyszerűen szerepelt, bejutott az országdöntőbe, plusz a nemzetközi sorozat döntőjében is ott lesztek, Tallinnban. Ez viszont újabb 2 tornát rórátok, ráadásul a rájátszás időszakában. Igen, ez egy picit nehéz, de a srácok valóban nagyon szépen szerepeltek, ahogyan a kezdeti időszak indult, elég nehezen állt össze a csapatunk. Ennek ellenére a bajnokság végére azt hiszem, hogy nagyon szép teljesítmény nyújtottak, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segített abban, hogy az U20-as csapat ezt az eredményt érje el. Ez ugye a Nyíregyházi Sportcentrum és a Blue Sharks közös csapata, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as csapatából, illetve a Blue Sharksnak az idősebb játékosaiból tevődik össze ez az U20-as csapat, és nagyon örülünk annak, hogy ott lehetünk az U20-as 8-as döntőben. Azt hiszem, ez mindenféleképpen
egy erőt és erőt sugároz. Az EJBL-ről pedig azt hiszem nem is kell sokat ecsetelni. Nagyon jó, hogy olyan csapatok között tudunk majd játszani, amilyenek Tallinnban ott lesznek. A Zalgiris Kaunas elleni játékot már most is nagyon várom. Remélem, hogy össze is sorsolnak minket, és nem kerüljük el egymást. Hat gólos vereséget szenvedett a Vásztul hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NBA 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 25-19-en nyertek Kisvárdán. A Debrecenben és Dunaújvárosban elszenvedett vereség után a jó formában lévő Vác ellen szeretett volna javítani a Kisvárda. A vendégek kezdtek jobban, de az első félidő derekán már 4 góllal vezetett a házigazda. Az előnyből egy találat maradt meg a szünetig, 11-10-nél vonult a pihenőre a csapatok. A második játékrészt a Vác kezdte jobban, szinte minden támadásból gólt lőttek a vendégek, míg a másik oldalon nem találták a kapuhoz vezető utat a játékosok. Ez az időszak el is döntötte a meccset, így Zsinórban harmadik vereség is szenvedte a Dévényi János együttese. Először is gratulálok a Vácnak, megérdemelten győztek. Kellő akarattal és elánnal indultunk bele a mérkőzésbe, nagyon masszívan vérekeztünk. Támadójátékunk akkor sem volt egy frenetikus, maradjunk annyiba. Akkor is döcögött, illetve nagyon fontos szituációkban hagytunk ki akkor is helyzeteket, illetve zincereket. Lásd például az utolsó perc eseménye is, hogy emberelőnyben zincert hibázunk, és utána egy tulajdonképpen passzív nál utolsó passzból simán bekapjuk a gólt. Ott lett volna komoly esélyünk egy nagyobb előny kiharcolására, amit szépen elkutyavetyéltünk. Illetve kettő darab olyan kétperces kiállítást csinálunk magunknak, aminek semmi értelme nincs. Tehát nem vérekezésből, hogy azt mondom, hogy valami ott elől harcolunk a labdáért, nem adjuk vissza a labdát, és abból kapunk ezek a nagyon súlyos fegyelmezetlenségek, amit egyszerűen nem is értek. A vendégek edzője szerint a feljavuló védekezésüknek köszönhetően tudták maguk javára fordítani a mérkőzést. Az elején elég jól kezdtünk az első 4-5 percben, mind védekezésben, mind támadásban, de aztán érthetetlen okból kifolyólag teljesen megálltunk, és volt egy olyan 15 percünk, ahol teljes káosz volt. Támadásban nagyon enerváltak voltunk, nem támadtuk a kaput, nem volt bennünk semmi átütőerő, dinamika, befejezésekkel is problémánk volt végig, és aztán rányomta ez a bélyegét a védekezésünkre is. Attól függetlenül nem kaptunk sok gólt az első fél időben, de itt azokat a keresztmozgásokat, amiket megbeszéltünk, illetve egy-egyeket nem tudtuk, azok a páros kapcsolatok hiányoztak, amiket próbáltunk gyakorolni. A második fél időben pedig tényleg azt tudom mondani, hogy egy nagyszerű kapus teljesítmény természetesen, egy nagyszerű védekezéssel tudtunk aztán indítás, lerohanás gólokat lőni, és szerintem ez volt az a fontos pont, ami megfordította teljesen itt a mérkőzés menetét. A forduló további eredményei a következők: Győrsi Jófog 35-27, Ferencváros Dunaújváros 35-25, Eger Debrecen 18-36, MTK Budapest Budaörs 29-29, Mosonmagyaróvár Albafehérvár 29-28 és Érd Békés Csaba 45-30. Az 50 méteres mellúszásban ezüst, a 100 méteres mellúszásban bronzérmet szerzett Szurovcsák Ivet a debreceni felnőtt országos bajnokságon. Hatházi Dóra 100 és 200 pillangón bejutott a döntőbe, csak úgy, mint a 400-as mixváltó. Mindenképpen azt a hozzáállást tűztük ki célul, hogy minél több versenyzők, aki szinten rendelkezik, ott legyen. 16 versenyzőnk utazott, ebben voltak felnőttek és utánpótláskorú versenyzők. 4 nap volt a verseny. A legnagyobb magyar úszók között, ugye, mert aki Amerikába készült, annak is haza kellett jönni, hiszen világbajnoki válogató is volt, 3 edző irányításával 16 versenyző versenyzett. 2 éremmel Szurjovcsák Ivette egy ezüst és egy bronzérmet szerzett döntős helyezésekkel tértetek haza, mennyire vagy elégedett? Mindenképpen elégedett vagyok, vannak javítandó dolgok, főleg technikailag, de én azt mondom, ezek az eredmények, ezek előremutatóak, és örülök a döntős helyezéseknek, nagyon örülök a váltó döntős helyezésének, illetve hát ott a 7. helyet meg tudtuk szerezni, mert én azt mutatom, aki az egyéni eredményeken kívül már váltóba is ilyen eredményt tud elérni, az a csapat erejét is mutatja. Milyen hangulatú volt egyébként a verseny, milyen színvonalú? Ez mindig a legszínvonalasabb a magyar felnőtt úszó bajnokság, abból is
erőt lehet meríteni, hogy telelelátó előtt lehetett délután döntőzni, de délelőtt is nagyon sokan kíváncsiak voltak a versenyre. Valamint mivel open, tehát nyílt verseny volt, külföldiekkel is tele volt tűzdelve, osztrákok rendszeresen jelen vannak a versenyen, szlovákok versenyeztek, illetve lengyeleket láttunk a versenyen indulni. Mekkora potenciál van ebben a nyíregyházi úszócsapatban, hiszen fiatalokról van szó, és ha minden igaz, ősztől már lesz egy 50 méteres úszodátok is. Nagyon bízunk benne, nagyon várjuk. Az utánpótláskorú versenyzőink mellett ilyen felnőtt versenyzők állnak példaként, akkor én bízom benne, hogy több gyerek választja ezt továbbra is a első számú sportágának. Én azt hiszem, hogy az idén rendezendő külföldi versenyek, hiszen EOF lesz, ifjúsági Európa-bajnokság, junior VB-t rendezünk Budapesten, illetve emellett a VB Dél-Koreában, illetve még univerziádé is lesz. Én azt mondom, hogy 2, esetleg 3 versenyzőnk is valamelyik el ott lesz. Mikor lehet nyíregyházi felnőtt magyar úszóarany? Ez nagyon jó kérdés, most bíztunk benne az idén. Én úgy hiszem, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni új körülmények, új úszodában, akkor már nem sokat kell rávárni. A teljes magyar élmezőny olimpiai bajnokok, világbajnokok, Európa-bajnokok rajthoz állnak a debreceni bajnokságon. Ennek tükrébe te milyen célra utaztál el Debrecenbe? Mindenképpen szerettem volna egy dobogós helyezést elérni, mert már 3 éve vagyok a felnőtt mezőnyben, és eddig mindig sikerült egy érmet hoznom, még tavaly is, amikor egy tűzős mandulagyulladásból mentem, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy érmet hozni, és 2 lett belőle, úgyhogy nagyon örülök neki. Mind a 2 érmet egyéni csúccsal szerezted meg, lehet-e különbséget tenni köztük, melyik a kedvesebb? Talán az idő miatt most az 50, mert az egy világbajnoki B szint, illetve 4/10-re vagyok az A szinttől, úgyhogy úgy gondolom, hogy most arra fogunk jobban rákészülni, hogy sikerüljön az A szintet megúszni. Hosszú Katinkát is sikerült legyőzöd, milyen érzés volt így kiszállni a medencéből? Én megmondom őszintén, hogy a 100, illetve az 50 után is, miután megtaláltam az én nevemet, tovább már nem is néztem, hogy a többiek hol vannak, illetve mennyit úsztak. Utána beszéltük meg, megnéztük meg az időket, és hát azt azért meg kell említeni, hogy ugye Katinka nem mellúszó. Úgyhogy reménykedtem benne, hogy azért nem ő lesz a legnagyobb ellenfelem. Egy döntős helyezést, egy 7. helyet értetek el a mixolától, és mennyire szereted ezt a számot, hiszen egyre népszerűbb? Szeretem, de sokkal jobban izgulok egy váltónál, mert ugye ott nem csak saját magamért úszok, hanem az egész csapatért, és hogyha akár 1 másodperccel rosszabbat úszok a legjobbamnál, akkor utána nehogy az legyen, hogy miattam csúsztunk ki akár a döntőből, vagy egy helyezésről maradtunk le, úgyhogy, de amúgy nagyon szeretem, mert nagyon szeretek a csapatért úszni. Hogy érzed, mennyi fejlődési lehetőség van még 54 százon benned? Szerintem mind a 2 van, mert a 100-on a fordulómon is lehet javítani. 100-on nagyon jól sikerült, délelőtt és délután is a rajtom, viszont 50-en a döntőbe egy kicsit ott elmaradtam, de lehet, hogy csak azért, mert így a többiekhez ugye én azért ugye az átlagosan a mezőnytől 1-2 fejjel alacsonyabb vagyok, így ez a vízbeérkezés után azért szokott látszódni. Így én úgy gondolom, hogy a rajton, illetve a fordulón és a beérkezésen kell még csiszolni, és a távközi úszásom az egyre jobb, de ezek is változnak. Említetted, hogy megvan a világbajnoki B szinten, nyáron világbajnokság lesz univerziádé, mi lehet a realitás, még a világbajnoki A szintet is van lehetőség teljesíteni? Én úgy gondolom, hogy a világbajnokság azért hátrébb szorul, mert 50 mellen van esélyem megúszni az A szintet, 100-on azért nagyon messze van, és nem vagyok benne biztos, hogy Dél-Koreába egy 50 mellért kiutaznának, és én sem vagyok abban biztos, hogy egy 50 mellért akár kiutaznék Dél-Koreába. Viszont az univerziádén én úgy gondolom, hogy 50-en és 100-on is el tudok indulni, és inkább arra készülünk, és az reálisabb lenne. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyulánő együttese 64-60-ra verte a DVTK 23-as csapatát. Az előző fordulóban már a Diós Győr ugye az ás játékosait bejátszatta, tehát valószínűleg azért, mert neki szüksége van a győzelmekre. Ugye hétfőn Főli volt már a Diós Győrben a technikai vezető, szeretnék eltenni a mérkőzés szombatról, mert nekik ez nem megfelelő. Mondtuk, hogy sajnos nem tudjuk eltenni, de tényleg nem tudtuk eltenni egyébként, mert nekünk elengedtünk játékosokat, meg eleve a terem úgy volt lefoglalva.
mert neki kás mérkőzésük volt Szegeden. És akkor ezek után reménykedtünk mi, kis naivak, hogy akkor ilyentől kezdve, hogy nem fogják elhozni ezeket a játékosokat. És ugye a legnagyobb meglepetésünk, hogy amikor itt a csarnok előtt láttuk a csapatot, hogy akkor mind a két játékos itt volt. Hát megmondom őszintén, hogy egy kicsikét akkor úgy izguntunk, hogy úristen, mi lesz itt és minden. De annyira határozottan és összeszedetten játszottak a lányok, és olyan jól tudtuk semlegesíteni ezeket a játékosokat. Megmondom őszintén, hogy magam is meglepődtem azon, hogy egy zóna védekezéssel, tehát az 1-2-2 zónánk az annyira maximálisan jól működött, annyira jól dolgoztak védekezésben, hogy egyszerűen sikerült a kinti dobásokat megakadályozni, és bent palánk alatt pedig ugye a kis Angelikát azt becsapdázva sikerült úgy sem lehet, hogy 13 pontot tudott dobni egész mérkőzésen, és én azt hiszem, hogy ez volt mindenféleképpen ennek a mérkőzésnek a kulcsa, meg az, hogy hát a Vivian egy extrát kosárlabdázott, a Pál Vivian, aki ugye szerintem, nem tudom, ez itt az utóbbi időben talán a legtöbb pontot dobt ezen a mérkőzésen, és mondom, tehát a centereink, akár a Karakodorina, vagy a Borzalaura, a Kovácsos, tehát akkor átmentek, hogy hát régen nem láttuk így küzdeni őket, és ami ugye lényeges volt, hogy itt a nézőközönség az annyira maximálisan mellettünk volt, és annyira maximálisan támogatott bennünket, hogy a lányok szerintem teljesen felvillanyozva léptek pályára, és ugye azért mondom, hozzá kell tenni, hogy nekünk nagyon sokan sérült játékosunk, de ugye akik már ilyen fél lábadozóban vannak, azok mind ott álltak, hogy hagyd menjünk föl, és hagyd menjünk, és hagyd segítsünk, és valóban, amikor arra 2 percre fölküldtük őket a pályára, akkor maximálisan hozzátették, és azt mondta, hát ez egy csapat siker volt, tehát minden tekintetben, de ennyire összeszedetten régen nem játszott ez a csapat. Látszik a fejlődés a játékosokon, magyarul ősszel, ha a két csapat ugyanebben az összeállításba lép pályára, meg tudtátok volna nyerni ezt a meccset? Nem. Tehát ha ugyanezzel a játékos állományjal játszottunk volna ősszel, akkor valószínűleg nem. Ugye főleg azért nem, mert látszott az őszi mérkőzés, hogy azért mi akkor ugye csak erősebb összeállításban játszottunk, és egy szoros mérkőzésen tudtunk nyerni. Viszont a játékos, ezek fiatal junior játékosok, akik ugye ebben az évben azért nagyon sokat voltak pályán, úgy juniorban, mint az amatőr NB1-ben, tehát ők olyan pozitív változáson mentek át, hogy most már nem ijednek meg. Tehát azokból az ütközésekből, amikből régen esetleg mi elestünk, tehát talpon tudtunk maradni, és én, ahogy én láttam, és ahogy én éreztem, tehát a végén, de nem mi fáradtunk el jobban ezen a mérkőzésen, tehát hogy ez maximálisan az edzés munkájuknak is köszönhető, hogy azt a munkát, amit kell ők, azt elvégeznek becsületesen. És tehát remélem, hogy haladunk előre, még vannak mérkőzések, és ez még ki fog tartani. Ugye már most kevesebb teher van rajtuk, mert már nem kell juniort játszani, tehát már most csak az amatőr NB1 van, amire koncentrálni kell. Én remélem, hogy ez még kitart itt a bajnokság végéig. Legalábbis a következő meccsen mindenképp ki kell, hogy tartson, hiszen egy közvetlen rivális a Kecskemét ellen játszotok, és ez a győzelem is kellene. Így van, tehát ez nagyon kellene, csak hát ugye azt tudni kell, hogy Kecskemétre lemenni mérkőzést játszani, egy aránylag kisméretű terembe, a játékvezetők ugye nem nagyon látják, hogy mi történik a pályán, mert ugye annyira tehát az oldalvonalak ott vannak rögtön a fal mellett, tehát Isten igazából ez nagyon nehéz, és ugye a Kecskemét az nem arról híres, hogy ők egy ilyen nyugis, békés kosárlabdát játszanának, ott azért fel kell arra készülni, hogy ott kőköve nem marad, de mi is erre készülünk, tehát ezen a héten csak is ilyen jellegű edzéseket tartunk, hogy szokják a játékosok, hogy itt bármi lehet, és ugye a játékvezetés is ugye Bajáról jön két játékvezető, aki szintén nem fogja szétfújni a mérkőzést, tehát most itt azt fog nyerni, aki az adott kapokból jobban fog tudni kijönni. Ismét pályázhatnak defibrillátor beszerzésére a megyebeli futballcsapatok és önkormányzatok. Az MLS támogatásának köszönhetően a pályázóknak csak az eszköz árának 5%-át kell kifizetniük. Tavaly először írtak ki a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy egy minimális rész befizetésével defibrillátor készülékhez juthatnak megyei önkormányzatok, illetve sportegyesületek. 2018-as pályázatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 36 nyertes pályázónk volt, ez azt jelenti, hogy 36 olyan településünk van, ahol már ez az újraéresztő készülék rendelkezésre áll is ott van. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek nem titkolt célja az, hogy a 2020-21-es bajnoki szezonra minden egyes amatőr labdarúgó pálya rendelkezzen ilyen újraéresztő készülékkel.
hogyha esetleg gond van, akkor ugye a percek, sőt másodpercek is számítanak, és hogy a közelben legyen egy ilyen készülék, illetve természetesen ezzel párhuzamosan nem csak a készülékek, hanem megfelelő képzettséggel rendelkező, képzést elvégzett személyek is legyenek minden egyesületnél. Éppen ezért az MLS 2019-ben újra kiírta ezt a defibrillátor pályázatot, és nem olyan rég nyílt meg ez a lehetőség, egészen április 17-ig lehet pályázni mind a sportegyesületeknek, mind az önkormányzatoknak, úgyhogy reméljük, hogy minél többen élnek vele a megyébe, hiszen ne felejtsük el, 2020-21-es szezonra ez kötelező lesz. Nem egy olcsó készülékről van szó, tavaly az MLS komolyan támogatta ezek beszerzését, most hogy néz ki ez a helyzet? A tavalyinál is jobban támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség, ugyanis a 95%-a tárja az MLS, és ez azt jelenti, hogy csak 5%-os önerő befizetéssel elvihető. Ez egészen pontosan 20.638 forintot jelent, amit egy egyesületnek, vagy adott esetben egy önkormányzatnak kell befizetni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyébként ezek a készülékek ilyen 500.000 környékén vannak, és mindösszesen 20.000 forintért hozzá tudnak jutni. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy önkormányzat is pályázhat. Ez azt jelenti, hogy akár hétköznapokkal nyugodtan lehet az önkormányzat hivatalába, polgármesteri hivatalba, bárhol. A lényeg az, hogy a pályázatban vállalni kell azt, hogy mind az edzések, mind pedig a futballmérkőzések idejére ez a készülék a futballpályán lesz, és szintén fontos a pályázatnál, hogy a pályázat mellé be kell írni két olyan szemét, aki el fogja majd végezni az úgynevezett BLS képzést, ahol megtanítják neki azt, hogy hogyan kell ezt a készüléket használni. A tavalyi érdeklődésből kiindulva milyen mostani érdeklődés számítotok? Igazából 3 napja hirdettük meg, és már 9 pályázat beérkezett, tehát azt hiszem, hogy azért komolyan számolnak ezzel a csapatok. Minden osztályból jöttek már be pályázatok, és nagyon remélem, hogy még a hátralévő határidőben még többen fognak pályázni. Bízok benne, hogy a tavalyi számot meghaladjuk, hiszen ennél kedvezményesebben hozzájutni életmentő készülékhez azt hiszem nagyon nehéz. Tudom, hogy vannak más pályázati lehetőségek, akár a TAO pályázatba is beírhatják, de ilyen kevés önrésszel ilyen lehetőséget nem hiszem, hogy még egyszer lesz arra, hogy valaki egy defibrillátor készülékhez tudjon jutni. Beszéljünk egy picit más témáról. Közelmúltban fejeződött be az 20-as és 17-es megyei futsalbajnokság. Milyenek a tapasztalatok? Szerencsére azt kell mondanom, hogy nagyon jó tapasztalatokkal zárultuk ezt a két legfelső korosztályú fiú futsal utánpótlás bajnokságot, hiszen nyugodtan mondhatom, egyrészt a színvonal emelkedett, ezt mind a játékvezetők, mind a résztvevő csapatok meg tudták erősíteni. Másrészt azt kell mondanom, hogy sok csapat is nevezett mind a két korosztályba. Minimális volt az, amikor esetleg egy-egy mérkőzés elmaradt, de a leginkább arról volt szó, hogy a csapatok lejátszották, megállapodtak egymásba. Ugye azt tudni kell, hogy azért elég kevés az olyan csarnok a megyében, ahol futsal mérkőzés lehet rendezni. Éppen azért sok volt a hétközi találkozó, de nagyon rugalmasak voltak egymással a csapatvezetők, és szinte minden mérkőzés lejátszásra került. A legidősebbeknél a gyulaházi csapat győzött, az U17-eseknél pedig a Nyíregyházi Sportcentrum együttese, de nyugodtan mondhatom, hogy a dobogós helyen végzett csapatok is jó játékerőt képviselnek. Már most halljuk azt az U20-as csapatok közül, hogy többen a következő kiírásban megpróbálkoznak felnőtt szinten a regionális futsalbajnokságban nevezni. 50. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Krúdi kupát. A jubileumi rendezvényen több mint 100 öreg diák vett részt. Krúdisaink örömmel jöttek vissza, mert azért van megfelelő kapocs a régi diákokkal, és a szívük még visszahozza őket, és ebből főleg a kosárlabda játssza a mai nap a főszerepet, illetve hát a társintézményekben a régi nagy ellenfelek, az Évisz és a Széchenyi csapattagok is, akik tehették, megtisztelték a rendezvényünket, és többen eljöttek az ország más részeiről is, nem keveset utazva, de itt vannak, és szeretettel látjuk, hogy itt vannak köreinkben. Hogy néz ki a nap sportprogramja? A programot az 1970-ben kezdődő Krúdi Kupa 3 csapatával kezdtük, a Széchenyi, Évisz és a Krúdi csapataival. Próbáltuk úgy megkérni a csapatokat, hogy azok a játékosok szerepeljenek benne, akik a legrégebben végeztek. Itt már 50 pluszról beszélhetünk, ami összecseng az iskola évfordulójával is, illetve hát a fiatalok is, és nagy örömünkre a lányok is tiszteletüket tették, és vegyesen játszanak, fiatalabbak, idősebbek. A szórakozási, a játéki a főszerep, de igaz, a legfontosabb az, hogy a régi osztálytársak, csapattársak a nagyon régi vagy frissebb emlékeket felidézik, és ez nekünk nagy öröm. Beszéljünk egy picit a jelenlegi krúdisokról, ugye a Diák Olimpiákon évtizedek óta nagyon jól szerepel a Krúdi, most hogy állnak a fiatalok? Nagyon-nagyon örülünk ennek, hogy a régi hagyományokat tudjuk ápolni. Nagyon nagy köszönet, és itt hagyd mondjam meg a társintézményekben, és hagyd ne emeljek ki senkit, ahonnan a kosarasaink jönnek,
általános iskolákból, egyesületekből, mert ez adja az alapot arra, hogy a diákolimpiákon jól tudunk szerepelni. Mi ki tudjuk egészíteni, csapatát tudjuk formálni őket, de azért ez sokat jelent a részünkről. Nagy örömünkre szinte minden évben ott vagyunk az országos döntőkön, Sajdicsek egyek és talán a Habatortán, ami az utóbbi három évben történt, hogy három évből két évben országot képviselve, Magyarországot képviselve, iskolánk csapata képviselte az ország, világjátékokon az országot, a megyét és a várost. 2015-ben Franciaországban, a tavalyi évben 2018-ban Belgrádban, és ez nagyon nagy megtiszteltetés a részünkre, és én azt gondolom, hogy ez elismerés a városnak, az országnak, és képviseltük nem utolsóban a Klúdi Gyula gimnáziumot. Szeretnénk ezt tovább folytatni. Vannak nagyon tehetséges gyerekeink, akik jelenleg is játszanak utánpótlás csapatokba, az NB1 utánpótlás csapatában már a felnőtt keretben is van egy-egy játékosunk. Ez minden tisztelet az ő részükre, mert a tanulás mellett áldoznak arra, hogy plusz sporttevékenységet folytassanak, az mindig fontos. És én azt gondolom, hogy ez az áldozat nekik megéri, mert nagyon sok sikerben és nagyon nagy élményben van részük. A rendezvény egy emléktábla avatásra indult, gondolom a jelenlévők mindegyik örült annak, hogy Tatvas Istvánról így emlékeztek meg itt a Krúdiban. Nekünk is nagy megtiszteltetés, hogy emlékezhetünk Pista bácsiról. Nagyon nagy dolog volt az, és mondhatom ezt személyes élményként, amikor az ő utánpótlásaként érkeztem ebbe az iskolába, és láttam az előtte lévő munkáját, az akkori munkáját, a életében, a mindennapokban, hogy hogyan és mint tett a sportért és a kosárlabdáért, ez nagyon nagy példaértékű dolog, és ennél nem is lehetett volna a jobb alkalom, hogy itt az iskola fennállásának 50. évfordulóján, a Krúdi Kupa 50. évfordulóján arról a jeles tanárról emlékezünk meg, aki ezt megalapította, illetve szívén viselte, és nagyon nagy hírt szerzett ennek az iskolának. Mellett, hogy említsem meg Kovács Györgyi Kati nénit, akivel 1969-70-es tanévben beindították ezt az első Krúdi Kupát. Nagyon nagy élmény volt ismét emlékezni róluk. Pista bácsiról már csak sajnos így emléktáblavatásként, Kati néniről még örömmel, személyes jelenlétével is. Úgyhogy én azt gondolom, akik ismerték Pista bácsit, tanítványai, tanár kollégák, volt tanárok, mindenki felemelő érzéssel és megtiszteltetéssel beszél róla, és így utólagosan is nagyon-nagyon köszönjük Pista bácsinak azt a tevékenységét, amit ezért az iskoláért és a sportért tett. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!